Újra bevándorlók lövöldöztek a vajdaságban, egy afgán migráns meghalt, két másik pedig megsebesült. Ezúttal hajdújárás egyik kis utcájában csaptak össze a bevándorlók. Egyre több országban okoz gondot a bevándorlás, de az Európai Unió ennek ellenére sem hisz a határvédelem megerősítésében. Valás? Köszönjük szépen, itt ül már velem szemben Párkány Eszter, az Alapjogokért Központ szakértője. Jó estét kívánok! Eredzője. Jó estét kívánok! Kezdjük akkor az aktualitással, valóban ugye a délvidéken egy afgán migráns meghalt, két másik pedig megsebesült ugye a hajdújárási támadásban tegnap éjjel. Lövöldözés volt, válogatás nélkül lőttek mindenkire, még a rendőrökre is, ugye az ott lakók a házakban Gyakorlatilag lefeküdtek a padlóra, hogy a földre feküdtek, hogy megmeneküljenek. Két órán át tartott ez az összecsapás, ez a migráns lövöldözés. Mit mutat ez a jelenség ön szerint? Én azt gondolom, hogy elsősorban azt mutatja meg, hogy nem tisztelnek semmit és senkit. Tehát valóban, ahogyan is említette, hogy még a rendőrökre is rálőttek, az szerintem egy nagyon súlyos, ugye, autoritással szembeni erőszakot mutat. És hát ugye ez vajdaságban történt, tehát ott is élnek magyarok, de hogyha úgy vesszük, akkor ugye fizikailag a határainkon kívül történt. Na most ez azért van, mert már 2015 óta a migrációs válság kezdete óta a magyar kormány nagyon szigorú határvédelmet alakított ki, és ellenáll a Brüsszelből érkező migrációs ötleteknek. Ezt ugye alátámasztotta, egy, meg támogatta egy népszavazás is 2016-ban, ezért a magyarok elutasítják a migránskótákat, de ez valahol mindennapos. Tehát, hogy mi megrökönyödünk rajta, pedig a határainknál van, de vannak, akik ehhez hozzá vannak szokva, például Nyugat vagy Észak-Európában, mert ez a városaikban történik. Hogy egy példát említsünk, és szerintem ezt már mondtam itt önöknél is, hogy Svédországban amnestiát, fegyveramnestiát hirdettek, bevihették a fegyvereket, gránátokat, stb. a büntetés terhe nélkül, mert hogy ott a migráns bandák azok rendszeresen egymásnak esnek, az, az utcákon lövöldöznek, és láttunk közelmúltban ilyen példát Németországban is, hogy összecsaptak különböző származású migráns bandák. Hogyha megnézzük hogy egyébként az elmúlt hónapokban nem ez az első eset a vajdaságban, ugye a hírhes, hírhet maghetesi erdőben számtalan szor előfordult már lövöldözés, de azt gondolom, hogy ez olyan szempontból szintén egy súlyos eset volt. Ön is említette, hogy két órán át tartott, és válogatás nélkül mindenhova lőttek. Picit nézzük meg, vagy vonjunk abból egyfajta mérleget, amiről ön is beszélt, hogy milyen volt eddig az európai migrációs politika. Sem Brüsszel, sem pedig a tagállamok nem tudtak egy elfogadható mindenki számára akceptálható megoldást találni erre a helyzetre, se a migráció megállítására, se az ezzel kapcsolatos határvédelemre, se pedig mondjuk az erőszakos vagy terrorcselekményekre, erőszakos cselekmény például hogy ez a vajdasági is. És ugye június elején volt a belügyminisztereknek egy tanácsülés, ahol elfogadták ezt a bizonyos migráns tehát hogy szét kell osztani az európai bába érkező migránsokat a tagországok között. Ugye Magyarország erre határozottan nemet mond, van-e más megoldás, mint a kvóták? Mit kell -e kellene tennie ön szerint az Európai Uniónak ebben a helyzetben? Csak más megoldás lehet, mint a kvóta, mert hogy az nem volt meg semmilyen olyan problémát, ami jelenleg fennáll. Ugye azok, akik leginkább a kvótát szorgalmazzák, jellemzően olyan országok, ahol egyébként már problémát okoz az ott lévő migránsoknak a jelenléte, az ő elszállásolásuk, ellátásuk és egyébként az általuk okozott problémák, mint például a bűnözés megemelkedésének a kezelése, főleg Spanyolország, Olaszország, Franciaország azok, akik egyébként ezt támogatnak. És őszintén szólva, én valahol megértem őket, és együtt érzek velük, mert nyilván én is azt szeretném, hogyha ilyen probléma lenne mondjuk Magyarországon, hogy vegyenek át belőlük, hogy itt kevesebb gond legyen. Csak hogy ezt nem merik kimondani, és ugye szolidaritásra hivatkoznak, csak azt nem értik meg, és egyébként ezt már most az olasz miniszterelnök valamennyire kimondta azt, amit a magyarok és a magyar kormányzat 2015 óta mond, hogy hát talán ott kéne megoldani, milyen problémák ott vannak, amik kibocsátó országok. Erről De... majd mindjárt beszélünk, uh -huh. bocsánat, csak előtte még röviden arról beszéljünk, hogy ugye közben kiderült, hogy a migráció miatt félnek Brüsszelben a hamarosan majd, majd kezdődő soros magyar elnökségtől, mert hogy a, a magyarok nyilván ele fognak állni a migráns akkor ez tovább húzódik ez az ügy, erről egy holland Európai Unió mellett dolgozó politikus vagy tanácsadó nyilatkozott a Klubrádiónak adott interjúban. Rá lehet kényszeríteni a kótákat? Ilyen alapon a, a nemzetállamokra, uniós szinten? Hogy látja? Ugye, amit ön említett, hogy a belügyminiszteri formációjában a tanácsnak elfogadtak egy ilyen migráns kvótákról szóló határozatot, ez egy pucskísérlet volt, hogy valahogy átvigyék azt, amit már egyébként 2015-2016-ban elkezdtek, csak akkor megakadt ez a folyamat, és akkor is szintén valami ilyesmi volt, hogy belügyminiszteri tanácsban vittek át valamit, ugye utána Magyarország, Szlovákia és Lengyelország megtámadta ezt az uniós bíróságon, ezt a, a döntést, és a Ugye ez, ez már maga egy ilyen politikai pucs volt, és egyébként most, hogy így elszólta magát ez a holland tanácsadó, Értelmet nyer az, hogy miért kampányoltak az elmúlt hónapokban azért, hogy vegyék el a soros elnökséget Magyarországtól. Ugye erre keresnek különböző jogi lehetőségeket, vagy végül lehet, hogy politikai megoldást, de úgy gondolom, hogy nem fognak ilyet találni, mert ez a szerződéses kötelezettsége, és ebből fogadóan joga is az uniós tagállamoknak, hogy soros elnökséget töltsenek be. Persze, hogy ettől félnek, ezért voltak olyan hangok egyébként az elmúlt hetekben és napokban, hogy Spanyolországban, ahol ugye most tartottak választásokat, és bár a jobb oldal nyert, de valószínűleg nem tud kormányt alakítani, jelenleg spanyol elnökség van, és ez át akarják vinni ezeket a migráns kvótákat már most. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök, és akkor térjünk vissza ahhoz, amit mondott, rendelkezik egy hat pontos tervvel, ugye Rómának van egy hat pontos terve, amelynek a lényege nagyon röviden az, amiről ön is beszélt, hogy oda a segítséget, ahol a baj van, és ne a bajt hozzuk ide, hogy ugye a magyar kormány szokott fogalmazni. Magyarul segítsük helyben azokat az embereket, akik el akarják hagyni a hazájukat, és Európa felé vennék migrációval az irányt. Ugye Ursula von der Leyen kötött egy szándéknyilatkozatot, egy megállapodást most Tunéziával 900 millió euróról, hogy segítik az államot cserébe, Tunézia pedig fékezze meg a migrációt. Ez lehetne egyébként például egy járható út a kvóták helyett? Én azt gondolom, hogy elképzelhető, de eddig is voltak már különböző kétoldalú megállapodások, egyes afrikai, ugye földközi tengert szegélyező, országokkal, és továbbra sem állt meg a migráció. Tehát én most már egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de persze reményt adhat, hogy ilyen megállapodások kötésével sikerül elérni, hogy a tengeri útvonalon legalábbis, mert ugye Tunéziából leginkább arra jönnek, megálljon a migráció, de akkor itt is legyünk őszinték, akkor mondja ki őszintén Ursula von der Leyen, hogy hajlandó fizetni azért, hogy ne jöjjön ide senki. Csak akkor utána meg ne hangoztassák, hogy mennyire jó, hogy itt vannak a migránsok, meg hogy szükség van a munkaerőre. Visszatérve az olaszokra, egy kicsit olyan ugye, mint amikor valaki a házi feladatot lemásolja a szünetben a, arról a társáról, aki már megcsinálta, mert hogy ez a hat pontos tervez, ahogy ön is mondta, konkrétan arról szól, amit a magyar kormány a kezdetek óta mond, de ez például egy valódi alternatíva és megoldás lehetne az európai problémákra. Az olaszokkal kapcsolatban én azért vagyok egy kicsit szkeptikus, mert nagy remények voltak a jobboldali olasz kormányjal szemben, amelyet októberben választottak meg, hogy ahogyan egyébként korábban Matteo Salvini már megtette, megállítják a tengeri útvonalon a migrációt, ezt bebizonyították, hogy lehetséges, csak politikai akarat kell hozzá. Ehhez képest most ugye vehetjük úgy, hogy George Meloni mondott egy erőset, és azt mondta, hogy ezt meg kell lépni, de aztán támadások érték, és valamennyire visszakozott, tehát ő utána már mondta azt is, hogy szüksége van Olaszországnak a migránsokra, csak akkor nem tudom, hogy miért akarják őket szétosztani. Köszönöm szépen az elemzését. Köszönöm szépen a meghívást!